Sziasztok, drágáim, sziasztok! Gyűrközöm és gyűröm azt a feladatot, hogy én változzak meg, ne pedig a másiktól várjam. Folyamatosan gyűröm magamba, hogy ne a másiktól várjam, hogy megváltozzon, mert az nem fog, hanem én magam változzak. És ezt nektek is ajánlom, próbáld meg, és tegyél érte. Milyen nehéz magad természetét legyűrni. Milyen nehéz a magad természetét megváltoztatni. Mindent meglátunk másikban, minden szálkát, minden rossz tulajdonságot. De a magadéban mit veszel észre? Milyen nehéz ez, gyerekek? Gyűrközünk, és hidd el nekem, hogyha megváltoztatod a saját természetedet, és elfogadod úgy, ahogy van a másikat, a világ legboldogabb embere leszel. És ezt nagyon-nagyon sokan meg tudják tenni. Nem véletlen vannak nagyon boldog házasságok. Az elfogadás, hogy jó van úgy, ahogy van. Csináld úgy, ahogy akarod. Hát a legnagyobb dolog a világon. Amikor elfogadod a másikat úgy, amilyen. Olyannak, amilyen. Úgy fogadod el, ahogy van. Nem mindegy, őszintén. Gyerekek, pár tíz év, és megöregszünk. Pár tíz év. Mit számít, hogy most a kést hogy tette le vajasan? Igen, nem egyszerű ezt elfogadni. Nem egyszerű saját magunkkal élni. Tudnál te saját magaddal élni? Ezen gondolkozz. Tudnál te úgy élni, hogy saját magad természetével? Na akkor várd a másiktól. Ez a legnagyobb, a világon szerintem a legnagyobb dolog. Amikor valaki a saját természetén tud úgy alakítani, hogy nem cseszteti a másikat. Nem cseszteti, nem baszogatja. Úgy jó, ahogy van. Ha ezt meg tudod csinálni, a világ legboldogabb embere leszel, azt garantálom. És a világ legboldogabb család lesztek, azt garantálom. De megtenni ilyet, megérkeztem egyébként, ezt megtenni, hogy azt mondani, hogy nem mindegy, legyen úgy, ahogy te akarod. Őj, kutyus éppen lepisírta a falamat. Hát ez van. Családi házas övezet. Kutyák pisilnek ide-oda, mint ahogy az enyém is. Drágáim, szeretettel köszöntelek titeket. Fogok még jelentkezni, mert most rengeteg dolgom van. Toladgatok éppen be. És folytatjuk ezt az eszmecserét még, mert a világ legfontosabb dolga, hogy saját magadon alakíts. Hogy ezt egyszerűen legyőzni a saját természetedet. Wow! Hát ez valami szenzáció. Ha ezt meg tudja tenni bárki közületek, folyamatosan gyakorlom én is, ha ezt meg tudja tenni bárki közületek, hát gratulálni tudok csak. Mert tudom, hogy milyen nehéz. Mindig a másikban találjuk a hibát. A másik mindig rossz. A másik mindig hülyeséget csinál. A másik nem jól csinálja, csak ti csináljátok jól, igaz? Csak mi. Na, puszillak titeket, szép estét, szép napot mindenkinek. És beszélünk még. Sziasztok, drágáim! Ezt még folytatni kell, mert ezt meg kell beszélni. Sziasztok, puszi nektek! Drágáim, sziasztok!